Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ezennel hivatalosan is megnyitjuk a mai Start Plus-t. Luther Imrével, az ATV műsorvezetővel, hangjával, mindenki ismer téged. Jó reggelt. Köszönöm. És nem csak a hangodat, hanem a sorok közöttből téged is. No, szombaton egy különleges adás lesz, Vitrai Tamás lesz a vendéged. Így van, hát először is, hát lényegében utoljára fordul elő ebben az évadban, hogy dupla adással jelentkezik a sorok között, pont azért, mert hogy egy olyan monumentális életmű és egy olyan ember adja az apropót, aki én azt gondolom mindenki számára ismerős, mindenki számára jelent valamit, nem csak azért, mert ismerik, hanem azért, mert érzelmileg is kötődnek hozzá. Tehát Vitrai Tamás, akit a képernyőről jól ismerünk, az Öt szem köztől, a Teleferén át, a nem tudom, 100 000 kapcsoltam, de rengeteg mindent fel lehet sorolni, éppen vele beszélgetünk, 4000 felvétel van az archív. Vele, ami csak a saját műsoraival kapcsolatos. 4000? Gondolod el? 88 éves most lesz egyébként, tehát a születésnapja az pont jó apropó, hogy egy ilyen dupla adás jöjjön vele, de hogy vele beszélgetni arról, ami az ő életét meghatározott, az egész életét átjárja, a gyerekkori traumáktól, a háború borzalmain át, az arról, hogy hajszálon múlt az élete, hogy mindenkit elveszített, mert minden, vagy Auschwitzba vitték, vagy itt halt, tehát hogy mindenki meghalt körülötte jóformán, kivéve a féltestvérét, és hogy egyébként hogyan jutott el teljesen véletlenül jóformán a televíziós pályára, hogy mi lett belőle, és ezen végig megyünk, úgyhogy az érzelmi pontokat próbáljuk meg belengetni. Tehát ez két adás, az első a gyermek Vitrai, akinek az életét egyébként lehet ismerni nagyjából egy kalandregénye keresztül, amit ő saját maga megírta maga életéről, ami lett volna egy folytatása a felnőtt Vitrai. Én ezt a felnőtt Vitrait is megmutatom a következő adásban. Tehát a két egymás követő szombat estén gyakorlatilag a lehető legnagyobb térképet próbáljuk meg felrajzolni, mind az emberről, mind a tévésről, akit egyébként azt gondolunk, hogy jól ismerünk, de mégsem. Akik mindannyian ebben a szakmában dolgozunk, ugye megtanuljuk azt egy idő után, hogy lehetőleg olyan kérdéseket tegyünk fel, és olyan kapcsolatot alakítsunk ki a riportalanyunkkal, ami bensőségessé teszi, vagy teheti ugye az interjút, a beszélgetést, és ebből adódóan olyan információkat kapjunk tőle, vagy mondjon el nekünk, amit korábban mondjuk még soha senkinek nem mondott el. 88 év távlatában, nem tudom, ez lehetetlen küldetés volt, Imi? Hát azt mondtad most az előbb, ugye, hogy mindenki azt hiszi, hogy jól ismeri őt, mert hogy 88 év alatt innen-onnan tévéből, regényből, stb. Meg ismeri. Hány interjút adott, meg hány interjút adott, de mégsem. Arra mégsemre lennénk kíváncsiak. Tudnélik, hogy aki készít vele interjút, mindig vagy a műsorairól szól, vagy arról, hogy hogyan élte meg a televíziózás világát, vagy éppen az aktuális helyzetéről, családi állapotáról, függetlenedéséről, új életkezdéséről, de mindig az aktuális létállapot, de senki nem igazán megy mélyre, nagyon mélyre. Egyébként amikor vele találkoztunk, akkor 5 alkalommal találkoztunk, mielőtt a kamerák elé ültünk volna, elolvastam az összes létező könyvét, főként azt nyilván, amelyik a gyermek korának a traumái dolgozza fel, de nagyon kalandos és nagyon érdekfeszítően, és utána ültünk el nagyon komolyan beszélgetni, többször, folyamatosan, meg telefonon minden héten kétszer, mert hogy nem csak hogy közeli kapcsolatban, és nagyon büszke vagyok arra, olyan mint egy picit, mint hogyha lennék egy ilyen fajta, nem tudom, a tanítványok egyike, akit most így megpróbál még egy picit segíteni, meg patronálni, hogy mit hogyan csinálják, és nagyon sokat lehet tőle tanulni, hanem azért is, mert hogy nagyon sok olyan életrajzi dolog, jelenség, meg egyébként társadalmi vetület került felszínre, amiről én nem tudtam, és azért nem tudtam, mert bár minden háttéranyagot megnéztem, nem volt tudható. Egy-kettőt mondj el, ami nyilván most ne spoilerezzük az egész adást, mert szombaton majd megnézik. Hogyan menekült meg a fasiszták elől akkor, amikor egyébként majdnem nem sikerült, dobozban egy patkányok jártak körbe, és ő azt vélte, és bár elbújtatták volna, ő mégis kiszaladt ezek közül a dobozok közül, mert attól félt, hogy a patkányok megrágják, miközben éppen ott voltak a fasiszták, és elvitték volna. Tehát ez hogyan történt? Vagy hogy miért nem ment vissza, csak nagyon hosszú évtizedek múlva Auschwitzba, nem is járt addig ott, ahol az édesanyját elveszítette, úgy, hogy közben már felszabadították a tábort, tehát hogy éppen néhány, 2-3 héttel élte túl, de gyakorlatilag egy betegség következtében elhunyt, és nem találkozhatott vele, akit imádott és szeretett. Vagy hogy milyen volt az első szerelmi szála? Azt, hogy élte meg, még mai napig megvannak a kis, nem pósztítok, kis cetlik, amikre írta a vers sorokat, saját maga is, meg lefordítva Kiplingnek az IFA 6 című versét, ami kiindulópontként szolgál ennek a résznek a beszélgetés.
megszületésénél. De hát közben azért az olyan fajta momentumok, amik szerintem igazán nagyon fontosak, hogy milyen az ő kötődése az állatokhoz, miért félt először, milyen kutyái voltak, ezek mit jelentettek számára, hogyan alakított családot. Médiáról beszéltetek? Bocsánat, beszéltünk, közben igen. Mai helyzetről beszéltetek? Beszéltünk, és azt is elmondta, hogy néz tévét, de nagyon ritkán, és főként sportműsorokat, és azt is elárulja, azt most én nem mondom el, hogy miért nem néz szórakoztató műsorokat, mi a vélemény a mai televíziózásról és a pályatársakról, és azt is, hogy az opera, ami nagy szerelem, ami megint csak egy véletlen, egy inflagranti miatt jött neki gyerekkorában, a barátjához elment, és akkor hirtelen kiderült, hogy neki nem kéne abban a lakásban lenni, mert a gyerekkorában a barátjának az édesanyja éppen egy urat várt volna magához, ezért elküldte őket az operába, de ő nem tudta, mi az, azt hitte, kórházban fogják operálni, és elmentek, és aztán beültek, és ott érezte meg azt, hogy egyébként ez olyan jó, mint a foci, amit imádott. Ez a történet? Abszolút, és ez azért ki van bővítve, tehát ez sokkal színesebb, hogy ő előadja, meg elmondja, és aztán persze az is kiderül, hogy most például minden este a Metropolitan Operának a különböző előadásait nézi, mert hogy előfizetett és tudja nézni, akár egy sör mellett, és nem kell előfizetnie rá kettőt. Majdnem játszott egyben. Tudod, mi a durva egyébként, ami így most nyilat belém, hogy azért mennyire bátor a Tamás bá, hogy a Tamás bácsi, vagy nem tudom, hogy szereti egyáltalán azt, hogy, vagy elfogadta én, ezt. Én Tamásnak hívtam közben. Mit vagy Tamás? Hogy ebben a helyzetben, mármint ebben a koronavírusos időszakban ő leült veled. Most nem az, hogy veled, nem ez a lényeg, hogy veled, hanem bárkivel, hogy ezt a fizikai kapcsolatot 88 évesen ő ezt vállalja. Ő megy, nagyon aktív életet él, tehát függetlenül attól, hogy azt gondoljuk, hogy 88 éves, ilyenkorban az ember azért azt mondja, hogy persze, de hát, nem, ő nem állapodik meg, hanem megy és csinálja, annak ellenére, hogy néhány évvel ezelőtt volt egy baleset, egy nagyon komoly baleset, hogy esett a lépcsőn, és akkor megsérült gyakorlatilag ugye a nyaka, és emiatt is van az, hogy nehezebben mozgott, de ezeket földolgozta, és megy, és aktívan próbál ugye némiképpen a maga korához megfelelően sportolni, és közben azért jönnek elő az emlékek, és ezeket dolgozza föl, de éri a mindennapi életét aktívan, közéleti szinten is, kultúra szintjén is teljesen otthon van, és persze társaság életet is él. Tehát, hogy nem fél attól, mert hogy mitől féljen, tehát az a lényeg nyilván az ő életének, hogy zsizseg, bizsereg, és közben minden magába szív, és amit tud, még átad. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és remélem, hogy ezt még hosszú-hosszú időn keresztül tudja tenni. Most szombaton és jövő szombaton. Így van, két részben. Így van, úgyhogy várunk mindenkit a képernyők elé. Köszönjük szépen. Köszönöm én is itt a sorok között.